Hej, jag heter Johan och jag tänkte presentera roboten Bluebot. Så varför ska man jobba med Bluebot och programmering i förskolan? A svédországi fiatalember svédül beszél természetesen, és a Bluebotot mutatja éppen be. Ez is egy kis robot, amit az oktatás során használnak. Matolcsi Ferkó egyébként, aki bemutatta nekem ezt a felvételt. Ezek szerint Svédországban is zajlanak ilyen fejlesztések, igaz Ferkó? Igen, én most a napokban tudtam meg azt, hogy 2017 júliusában okos emberek eldöntötték azt, hogy bevezetik a programozást, mint kötelező, önkéntesen kötelező tananyagot az iskolában. Te nem használtad még Ferkó ezt a Bluebotot, ugye? Ezt a Bluebotot még nem. Itt az iskolában a szabadidős foglalkozás alatt, illetve az oktatás folyamán a gyerekekkel egy Lightbot nevű számítógépes programot használunk, ami borzasztóan egyszerű és szerintem brilliáns ötlet. Mutatjuk a programozás alapelveit tanítja meg a gyerekeknek. Egy kis figurával egy bizonyos akadályokon át kell jutni, amit előre beprogramoz a Nebulo, és... Egyébként mutatjuk is a felületet, hogy beprogramozzák ezeket a lépéseket, tehát ezek a nyilak mutatják, hogy előre haladjon a robot, sőt, egy rúgójelző, hogy ugornia kell ennek a robotnak, és akkor ezeket a lépés sorokat látjuk most a képernyőn, hogy hogyan jönnek egymás után, és ezen a kis példapályán, amit bemutat a Lightbot, ezen végigmegy. Hopp, itt a kék mezőre érve ott ugrik egyet, és akkor ahogy kell neki szépen végigmegy a pályán. Igen, és az a feladata, hogy minden kék mezőn meg felgyújtson egy lámpát. Közben itt mondom neked, aztán... Ferkó, hogy itt az itteni robotok már itt rumliznak, tehát valami komoly konfliktus van, nem Tiborra? Nem látom. De igen, hát ők magukban eljátszanak. Nem, tényleg azóta is tíröli a Jibó a Cosmo robotot. Igen. Na, szóval visszatérve, tehát mit szólnak a gyerekek hozzá Svédországban, Ferkó? Nagyon-nagyon szeretik. Ugye itt is legalább annyira lázba jönnek a gyerekek egy iPad-től, vagy egy számítógéptől, amivel hál' Istennek egészen jól el vagyunk látva. Én nagyon-nagyon meglepődtem, mikor itt elkezdtem a pályafutásomat, és egy egész szekrényi iPad-et így be lehetett tolni az osztályba, és mindenkinek kiosztani az iPad-ját, és ezeket a programokat kipróbálni rajta. Tehát az oktatásban, úgy az olvasásban, az írásban, tehát az alapvető oktatási dolgokban, mint például a programozásban is felhasználják ezeket az eszközöket, és hogy ott ki lehet próbálni, és nagyon-nagyon megörültem neki, mikor az informatikát, illetve programozást is megemlítették, rögtön rá is haradtam, hogy ezzel szívesen foglalkoznék én is a szabadidő foglalkozás, illetve napközis foglalkozás alkalmával, és ez odáig fajult, hogy ezt a itt blokk programozásnak, tehát tömb programozásnak hívják, hogy lépésekből analóg módon felépíteni azt, hogy a kicsi robot menjen előre kettőt, utána gyújtsa fel a lámpát, forduljon arra, ugorjon fel, ezeket a procedurákat végigcsinálja. Hogy a gyerekek ezt megértsék, ezt nagyon az alapoknál kezdtem el, egészen az okozatnál, hogy ha reggel felkelsz, akkor másnap álmos vagy, ha nem eszel, akkor éhes vagy, megtanítottam őket sakkozni, és utána jött ez a bizonyos teljes dobozos játék. Amikor egy pár tizet ki kellett öntsek a kagylóba az osztályteremben, fejemre húztam egy ilyen nagy kék dobozt, és ők irányítottak engem, hogy... Te voltál a robot? Én voltam a robot, tehát én voltam az élő robot, és ha valaki azt mondta, hogy öntsem ki a pohár vizet, akkor kiöntöttem a vizet természetesen. Akár a kisgyerek ölébe is, nem? Akár a kisgyerek ölébe is. Én nagyon szófogadó robot voltam. És ez egy népszerű játék, ugye? Rettenetesen élvezték a gyerekek, és nyilván elváltoztattam a hangomat, és válaszoltam, valaminek neki mentem, és sziszegtem, és belekevertem egy kis dramaturgiát is a dologba, és hát nyilván, hogy a gyerekek másodjára tanítónéni katedrájára öntették ki velem a vizet, én viszont, mint a szófogadó robot, leöntöttem a naplót, és az összes hiányzó gyermek. Hát lám, ilyen az, amikor egy informatikus, aki mellesleg színész is, arra adja a fejét, hogy gyerekeket oktasson, például Svédországban. Köszönjük szépen, Matolcsi Ferkó, és kívánjuk neked, hogy további sok sikert érjél el a gyerekek körében, ott Uppsalában. Köszönöm.